Szűz, május első fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Megnézzük az energiákat, megnézzük az üzeneteket. Pozitívum, hát kezdjük. Királynő, kardok királynője, ez maga az ész, ez maga a logika, a józan ész. Ez a királynő nagyon gyakran lehet elsősorban, vagy mérleg, vagy ikrek, vagy vízöntő. Fontos szerepet játszhat az életünkben, vagy megismerkedünk egy ilyen királynővel. Orvos lehet, ügyvéd lehet, de mindenféleképp olyan személy, aki józanul gondolkodik. Lehet, hogy a szűz bizonyos helyzetben olyan lesz, mint ez a királynő. Maga a logika, maga a józan ész. A kulcs a megoldáshoz. Lehet, hogy a szűz rájön, hogy egy bizonyos problémát, egy bizonyos helyzetet hogyan lehet megoldani. Na nézzük csak tovább. Milyen komoly kezdés ez. És itt a napocska. Kártya pakli alja, ráadásul a csillag. Ez zseniális. A napocska. A legcsodálatosabb kártyát kihúztuk. A legboldogságosabb kártyát kihúztuk. A szerencse. Nem, tehát itt nagyítani lehet a dolgokat. A nagy szerencse, a nagy boldogság, a nagy siker, a hírnév. A nagy pénz ide tartozik, ehhez a kártyához. A gyermekek kártyája. Tehát lehet, hogy a gyermekünk életében történik valami, amire nagyon-nagyon büszkék leszünk, és ráadásul itt a csillag a kártyapakli alján teljesül egy kívánságunk, minimum egy. Ezeket az égi testeket nagyon-nagyon szeretem. A nap és a csillag. Rögtön kívánni kell egy kívánságot. Hát itt hagyjuk a csillagot is. Megyünk tovább. Na nézzük. Nézzük, tízes, kelyhek, boldogság. Lesz mit megünnepelni. Valamilyen csodálatos happy-en, valamilyen csodálatos befejezés. Lehet ez tényleg házasság, esküvő, keresztelő. A család kártyája, tehát ennek a bizonyos dolognak az egész család örülni fog. Tehát ez öröm, ez nagy öröm. Nagy-nagy öröm lehet egy gyermek születése. Unoka születik. Valaki lehet, hogy sikeresen levizsgázik, mert a kardok maga az ész, a tanulás például. Micsoda kártya. Ez karmikus kártya, ez a végítélet, ez a feltámadás. Kvázi kapunk egy új esélyt, és pozitívumot nézünk, kapunk egy új esélyt. Ha valaki azt érzi, hogy na most ez reménytelen, kész, nem sikerült, nem tudok semmit tenni, ezt most így el kell fogadni, le kell nyelni ezt a negatív békát, és váratlanul megkapjuk azt az esélyt, akár újra kezdeni az egész életet. Tehát kiút a zsákutcából. Lehet látni, hogy itt a halottak feltámadnak. Irány a mennyország. A pokolból a mennyországba kvázi. Tehát ebben a kártyapakliban kimondottan a pokolból a mennyországba. Menjünk tovább. Ötös, ez a tűzenergia. Végre sikerül átütni azt a bizonyos falat. Ha nem sikerült, ha tényleg azt hittük, hogy kész, ez már reménytelen, akkor hát itt már láttuk, hogy megkapjuk azt az esélyt, az új esélyt. Így van, itt lesz az az eszköz a kezünkben, tessék használni, tessék ezzel a lehetőséggel áttörni ezt a falat, és ez bármi lehet, bármi. Ez lehet egy sikertelen vizsga, végre a pótvizsga sikerül. Bármi lehet. Lehet egy új munkahely, álmaink munkahelye. De sikerülni fog.
Lehet vártuk azt a bizonyos gyermekáldást, éveken keresztül nem jött, és most sikerülhet. Ez nagyon komoly kártya. Ez karmikus. A nap meg maga a siker, a ragyogás. 9-es kejhek, így van, teljesülnek a kívánságaink, a boldogság itt van. Mennyire elégedett az életével ez az úr? Lakomázik. A kejhek megtelnek boldogsága. A 9-est megkaptuk, és a 10-est is megkaptuk. Kejhek, vízenergia. A vízenergia, ez gyógyító energia, hiszen pozitívumot nézünk. Gyógyító, pozitív energia, mint az életvize. Valaki tényleg szinte újjá fog születni. Csodálatos a pozitívum, csodálatos. Negatívum. Mi az, amit el lehet kerülni? Egy kis figyelmeztetés. Na nézzük, 2-es kejhek. Ó, a legszerelmesebb kártyát megkaptuk. Lehet, hogy itt összeveszünk a szerelmünkkel, a párunkkal, a partnerünkkel. Ez lehet üzleti partner is akár. Egy kis csalódás. A döntés a 2-eshez hozzátartozik. Rossz döntést hozhatunk. Na nézzük. Nézzük a következőt. Ó, itt egy lovag és érmék. Érmék. Na most, ez a lovag nagyon lassú. A leglassúbb a lovagok közül. Ez a lovag lassan halad, de biztosan. Ez a lovag mindig csak a biztosra megy. Ha nem ilyenek leszünk, akkor lehet, hogy megüthetjük a bokánkat. Terv szerint halad ez a lovak. Vigyázz az értékekre, a pénzre, az értékekre. Az egyik értékünk a szerelem, az egészség. Hát kinek mi az érték? Ez a lovak például nem bocsátja meg a megcsalást. Ez plusz információ valakinek. Megyünk tovább. Szúrós kártya, apród, valaki leskelődik utánunk, leskelődhet. Ahogyan lehet látni ezen a kártyán, hogy a fiatal ember leskelődik. Belenézhetnek a telefonunkba például. A kardok maga a virtuális világot is leskelődhetnek. Ez az apród szereti megkeverni, megkavarni az állóvizet, szeret úgymond egy kis vihart kavarni. Szereti a konfliktusokat, a kardok maga a beszéd, itt lehet konfliktus, mindent, amit mondunk, írunk, a kardokhoz tartozik. Itt egymásnak csúnyákat is írogathatunk. Lehet, hogy megtudjuk, hogy valaki kibeszél minket a hátunk mögött. Tehát ilyen kis szurkálós dolgok ide tartoznak. Na most, ez viszont nagyon erős kártya, mert ez az uralkodó. Hát ellenségnek nem jó, nagyon erős, nem lehet. Hát az biztos, hogy ő lesz a győztes. Tehát itt ő lesz a győztes ebben a bizonyos konfliktusban. Az uralkodó nehéz. Elsősorban kos. Kos. Vagy ilyen típus. Ilyen vezér egyéniség. A negatív oldala a manipulátor, a nyomasztás, tehát nyomasztó lehet, manipulátor lehet ez az uralkodó, és van hatalma. Tehát úgy kell ezt fütyülni, ahogy ő, nem, úgy kell ezt táncolni, ahogy ő fütyül. Mert ő dönt, ő irányít, az utolsó szó az övé. Megyünk tovább. Na nézzük. Lehet, el akarunk utazni, mert ez a lovag, ez mutathat utazást például, de a főnökünk, ez az uralkodó, nem enged el minket.
Na, mi van itt még? A remete. A remete. A remete azt üzeni, hogy egy picikét kell nekem az a magány. Egy picikét egyedül akarok lenni. Nemet mondok valamire, vagy valakinek. Nem akarom ezeket a jó dolgokat itt elfogadni. Amikor kijön a remete, van valamilyen titok, és nem hiába a remete fölött, ugye itt van ez az apród, aki leselkedik utánunk. Tehát valamilyen titok van a háttérben, de lehet, hogy nekünk így kell viselkedni, mint ez az apród, és olyanok lenni, mint ez a remete, megtudni azt a bizonyos titkot. A remete mutathat tanulást is, hogy úgymond elvonulunk és belemerülünk a tanulásba, és itt lehet valamilyen nehézség. Nehéz ez a vizsgaidőszak például. Egy sikertelen vizsga lehet. De semmi baj. Van pótvizsga, nem szabad elkeseredni. Megyünk tovább. A főpap maga a bölcsesség. Kettő darab bölcsességet kaptunk. Ha nem hozunk bölcs döntést, megüthetjük a bokánkat. Tehát itt muszáj bölcsnek lenni. Kettő darab bölcskártyát kaptunk. Ahhoz, hogy elkerüljük a negatívumot. Egyébként a főpaphoz is hozzátartozik a tanulás. A tanulás, a tanár. Szigorú tanárt kaphatunk. Szigorú vizsgabizottságot kaphatunk. Itt vannak a remete, a főpap és az uralkodó. Szigorúak lehetnek. Szigorú embereket kaphatunk. Lehet, egy munkát keresünk, és ott lesznek szigorúak velünk. Három darab ilyen komoly személy, komoly és szigorú személy, aki meg tudja nehezíteni az életünket. Egyébként a főpaphoz hozzátartoznak a hagyományok. És mi lehet, hogy szembe megyünk ezekkel a hagyományokkal. Lehet ez a főpap egy családtag, vagy ez az uralkodó egy családtag, akire felnézünk, akinek szót kell fogadni, úgymond. Ez lehet édesapa, nagyapa például, édesanya. És egyszerűen mi nem akarjuk azt tenni, amit ők elvárnak tőlünk. És itt lehet konfliktus. Idős embereket szoktak mutatni ezek a kártyák. A főpap és a remete. Megyünk tovább. Egy plusz információ, húzunk egyet. Na, mi ez itt? Ötös. Ez viszont érmék, ez viszont pénz. Egy pénzes kártyát kaptunk, konfliktus a pénz miatt, az anyagiak miatt lehet itt, ezekkel a személyekkel itt. Például. A remete azt mondja, hogy nekem nem kellenek ezek az anyagi javak. Én nem akarom őket. Lehet, hogy itt azt mondják nekünk, hogy na tessék, te viszed tovább a családi vállalkozást, a családi üzletet. Én meg itt azt mondom, hogy köszönöm szépen, nekem ez nem kell. Inkább egyedül valahogy boldogulok. És ezt nem tudják elfogadni, nem tudják megemészteni az ilyen fontos, idős családtagok. Ez is benne van a pakliban. Nos, a lényeg, amikor kijön ez a kártya, ötös érmék, ha netán van valamilyen anyagi nehézség, vagy betegséget is szokott mutatni, a hit megmaradjon.
Tehát ez a tanács, a hit, hinni, hogy én ezt megoldom, hogy ez megoldódik, főleg, hogy a pozitívumon milyen erős kártyákat kaptunk. Hát a nap, a jó egészség, a gyógyulás, a pénz, a nagy pénz, ugye? És itt van a tízes, a boldogs, kilences is, kilences, tízes, kilences, elérjük a boldogságot, a tízes már élvezzük ezt a boldogságot. És a karmikus kártya is velünk van. Esély, akár az egész életet újra kezdeni. És egyébként, amikor kijön ez a kártya, akkor nagyon gyakran az emberek úgy felébrednek egyszer, és rájönnek, hogy hoppá, ez nem az én életem. Mit keresek ebben a házban, ezen a munkahelyen? Nem vagyok boldog. Akkor megváltoztatom az egész életemet. Nagyon érdekes kirakás, nagyon érdekes energiák vannak itt. Még tovább dolgoznék, de már lejárt itt az idő. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!